Gyorsabb ügyintézés, kevesebb adminisztráció. A kormány egyszerűsítési programját ismerhették meg az államigazgatásban dolgozók. Szombathelyi segítség. Több vállalat dolgozói és diákok is indultak Győrbe, hogy részt vegyenek a Dunán az árvízi védekezésben. Nyelvi képzés az egyetemen. A hallgatók és az oktatók is fejleszthetik szókincsüket, szaknyelvi ismereteiket egy 2 éves program keretében. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Potyondi Nikolett. Jó estét kívánok! A közigazgatási reforma tervek szerint halad, egy év múlva már nem kell tudnunk a különböző hivatalok és eljárások nevét, csak azt, hogy hol van a legközelebbi kormányablak. Jövő ilyenkor már 2500 féle ügyben nyújtanak segítséget. Mindenről a közigazgatási minisztérium államtitkára beszélt az államigazgatásban dolgozóknak, akik a járási hivatalok és a tankerületek létrehozásának tapasztalatairól is hallhattak. Átlagos délután a szombathelyi okmányirodában. A kormány szándéka szerint hónapról hónapra kevesebb lesz a sorban állás, a papírmunka és a bürokrácia csökkentését a pénztárcánkon is érezzük majd. Mindezt a közigazgatási reform keretében elfogadott egyszerűsítési program tartalmazza. Az volt a célunk, hogy 25%-kal csökkentsük a lakosokra háruló adminisztratív tervet, és április 30-áig sikerült is ezt megvalósítanunk, hiszen akár elektronizálással, akár ügyeknek az eltörlésével, összevonásával, valamiféle egyszerűsítéssel sikerült ezt az egynegyednyi terhet levenni a lakosok válláról. Útlevelet például a korábbi 30 helyet most már 7 vagy akár 3 napon belül is lehet igényelni. De a változások más eljárásokat is érintenek, a családtámogatásoktól a vízmérő cserén át a diákhitel ügyintézésig. Ennek érdekében újabb kormányablakok jönnek létre. Szombathelyen a Hollán Ernő utcában és a vasútállomáson kapnak helyet, s ha ezek elkészülnek, megkezdődhet a Bejci utcai okmányiroda átalakítása is. A megnyíló kormányablakokban jelentős ügyfél ügyszám bővülés következik be. Az jelenlegi július 1-én belépő 150 ügykör helyett 2000-en is több ügy intézésére is mód nyílik az egyablakos ügyintézés egyéb. Az ügyintézés elérhetőségét szolgálják különösen vidéken az évelején létrejött járási hivatalok. Kialakításuk nagyobb zökkenők nélkül zajlott a megyében, tette hozzá a kormány megbízott. Hasonló tapasztalatokról számolt be Fodor István is. A kezdeti aggodalmak ellenére nem volt fennakadás sem a bérek kifizetésében, sem a mindennapi működésben a tankerületek megalakulása miatt. Egységesen kezelünk minden kérdést és problémát, tehát ez nagyon sok iskolának plusz lehetőségeket jelentett, hiszen olyan juttatásokat is kifizettünk, amit esetleg a korábbi fenntartó nehezebben tudott megoldani, és hát egységesen próbáljuk az összes feladatot irányítani, koordinálni, és úgy látszik a visszajelzések alapján, hogy ez a legtöbb esetben pozitív visszajelzéssel valósul meg. A tankerületek és az intézmények együttműködését megkönnyíti, hogy a munkáltatói jogkörök egy része a tankerületi igazgatókhoz került. A magyarságnak minden tagja, ilyen bárhol a világon, része az egységes magyar nemzetnek, mondta Puskán Stivadar polgármester a trianoni békediktátum évfordulóján rendezett ünnepségen. A Magyarországot megcsonkító döntésről az önkormányzat mellett az oktatási intézmények és a civil szervezetek is megemlékeztek. A szombathelyi evangélikus templomban kezdődtek a városi ünnepségek. Lazári Viktor alpolgármester megnyitotta a Trianon emlékhónapot, majd beszédében azt hangsúlyozta, hogy a történelmi Magyarország már nem támasztható fel, fel kell dolgozni a több mint 90 évvel ezelőtt történteket. Az Európai Unió tagállamaként le kell zárnunk a 90 évvel ezelőtti ország és nemzetalapulás tudomású nem vételének korszakát, kimondva, ahogy sikertelen volt a nemzeti célok elérése szempontjából a revizionizmus politikája, ugyanúgy sikertelen és folytathatatlan az elhallgatás, az önmegtagadás, szocializmus és túlélt politikája is. Az evangélikus templomban tartott ünnepséget a Reményik iskola szervezte, de műsort adtak a felvidéki, Komárom-Szentpéteri, Kossányi iskola diákjai is.
A városi megemlékezés a Kálvári alatti első világháborús emlékműnél folytatódott, ahol Puskás Tivadar szólt az egybegyűltekhez. A polgármester beszédének központjában az országgyűlés által 2010. május 31-én elfogadott törvény állt, amely június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjának nyilvánította. Az emléktörvény a nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szól. Az 5 paragrafusból álló törvénnyel az országgyűlés kinyilvánította, hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek. A városvezetői megkoszorúzták az első világháborús emlékművet, majd a megjelentek mécseseket gyújtottak a hősi halált halt magyar katonák és az országot megcsonkító döntés emlékére. Szombathelyiek is segítenek az árvízi védekezésben a sziget közben. Június 5-e a Környezetvédelem világnapja. Erre hívta fel a figyelmet a Teleki Blanka szakképzőiskola rendezvénye. Felvidéki diákokat fogadtak a reményik iskolások. Rövid hírekkel folytatjuk. Mintegy 140-en indultak útnak Szombathelyről Győrbe, hogy segítsenek az árvízi védekezésben. A vízügyi szakemberek szerint Győrnél a 2002-es rekord árvíz szintjén esetleg annál is magasabban tetőzhet a Duna a napokban. Azért, hogy megvédjék az elöntéstől a várost és a környező falvakat, minden kézre szükség van. Ez itt a polgármesteri hivatal, a Szova ZRT, a Vasi Víz ZRT, a közterületfelügyelet munkatársai, valamint az Illés Akadémia diákjai is részt vesznek az árvízi védekezésben. A Környezetvédelmi Világnap jegyében telt a délelőtt a Teleki Blanka szakképzőiskolában. Az intézményben újrahasznosított hulladékokból, kartonokból 20 malompályát készítettek, ahol a diákok órák közti szünetben játszhattak. A korongokat PET palackok kupakjai helyettesítették. A nagy szünetben az aulában folyt az élő malomjáték, itt a diákok voltak a bábuk. Az iskolában már évek óta szelektíven gyűjtik a hulladékot, a játékkal most arra hívták fel a figyelmet, hogy mennyi hasznos dolog készíthető eldobott papírból és műanyag palackból. Felvidékről érkezett iskolásokat látott vendégül két napra a Reményik iskola. Az evangélikus intézmény határtanuló program keretében vette fel a kapcsolatot a Komárom-Szentpéteri Kossai József iskolával, amelynek 24 diákja a trianoni évfordulóra érkezett Szombathelyre. A megemlékező műsort is ők adták az evangélikus templomban. A külhoni diákok és vendéglátóik közös tanórákon, foglalkozásokon vettek részt, de szerveztek táncházat is, és megnézték a Suli Színház Vörös Sándorról szóló előadását. A Nyugat-Magyarországi Egyetem végzős hallgatóinak 30%-a azért nem kapja meg a diplomáját, mert nincs nyelvvizsgája. Többek között ezen is változtatna egy most kezdődő 2 éves program. Uniós támogatással nyelvi képzések indulnak a hallgatók számára, de az oktatókat is segítik a szaknyelv magasabb szintű elsajátításában és új módszerek alkalmazásában. Diploma osztó a Szavária Egyetemi Központban 2012. júliusában. A közel 300 végzős közül 155-en nyelvvizsga hiányában diplomát nem, csak igazolást vehettek át. Ez viszont az elhelyezkedésben komoly gondot okoz, hiszen egyes munkakörök betöltésénél már elvárás a magas szintű nyelvtudás. Többek között ezen a helyzeten is változtatna az egyetem most induló új programja a diákoknak szervezett képzésekkel. Az elektronikus kommunikációban rejlő, elektronikus tanulásban rejlő lehetőséget kihasználva úgynevezett kevert tanulási lehetőségeket biztosít a hallgatóknak. Itt beül az órán, utána megfogja az iPadjét vagy a laptopját, és akkor folytatja a tanulást, meghallgatja a tananyagokat, elküldi a kérdéseit az oktatónak. Az egyetem szeretné az egyes területekhez köthető szaknyelvi tudást és ismereteket is fejleszteni, nem csak a diákok, hanem az oktatók esetében is. A szókincs fejlesztésére, de új módszertani ismeretek elsajátítására is nagy hangsúlyt helyeznek. Ha egy szakmában többet kell olvasni, szakirodalmat, vagy több olvasási készségre van szükség, ugye a szaknyelvoktatásnak a szakszöveg az a fókuszpontja, és a szakszövegek feldolgozásáról lesz itt ebben az előadásban is inkább szó, hogy milyen módszertani hátteret, milyen technikákat tudunk arra javasolni, hogy ezeket a szakszövegeket hatékonyabban fel lehessen dolgozni.
Az egyetemnek több olyan képzése is van, amelyek idegen nyelven zajlanak, többek között a külföldi diákok miatt. Ennek nagyon fontos feltétele az, hogy akik ebben részt vesznek, azok egyrészt képesek is legyenek a nyelvi megnyilatkozásra, másrészt pedig prezentálni és előadni is tudjanak angol nyelven, illetve idegen nyelven. Ez is része lesz a két éves programnak, amelyben az egyetem valamennyi kara részt vesz. Az általános szaknyelvi képzésbe körülbelül 300 hallgatót vonnak be. Felmérik a diákok nyelvtudását az egyetemre belépéskor, majd készségfejlesztési tanácsokkal is segítik a programban résztvevő diákokat, oktatókat. A megvalósításra közel 300 millió forintot nyert az egyetem. Könnyebben tanulhatnak meg vezetni a nők egy speciálisan rájuk szabott oktatási módszerrel, mondják a program kidolgozói. Egy szombathelyi autós iskola is csatlakozott a kezdeményezéshez. A részleteket sajtótájékoztatón ismertették. Hajnalka most tanul vezetni, azt mondja oldaltévesztő, ami megnehezíti a dolgát. Gáz neki, meghúzatjuk egy picit, és kettes. Az oktató Beke Kálmán szerint a jobb és a bal oldal hirtelen megkülönböztetése a vezetni tanuló nők egyik leggyakoribb problémája, de vannak más jellegzetességek is. Óvatosabbak, ezáltal azért itt az elindulással, váltással azért ők egy picit körülményesebbek talán. Felmérések azt mutatják, hogy a nőknek általában másfélszer több gyakorlás szükséges a jogosítvány megszerzéséhez. A nőknek általában rosszabb a térérzékelésük, mint a férfiaknak. Ez problémát jelent a rutin gyakorlatoknál, tehát parkolás, tolatás, vagy egy előzésnél a távolság felmérése. Ezek gyengébb képességeik a nőknek, viszont a nők biztonságosabban, kevesebb balesettel közlekednek. Ezekre a sajátos képességekre, készségekre alapozva egy csapat kidolgozta azt az oktatási módszert, amit évek óta alkalmaznak már az ország több autós iskolájában. A kollégák szintén törekednek arra, hogy a legújabb, legjobb módszereket tudják felhasználni az eredményesség érdekében, és akkor ez az új hölgyekre vonatkozó módszerek sokasága nem csak a hölgyeknél tud eredményt elérni, hanem a fiúk oktatásánál is ugyanúgy bizonyos elemei felhasználhatók és célra vezetők. A gépjármű oktatók, orvosok, pszichológusok közreműködésével életre hívott program célja, hogy a nőknek minél kevesebb pótórára legyen szükségük, amikor vezetni tanulnak. Több mint 500 általános iskolás diák sportolhatott az Aréna Szaváriában a Városi Diák Sportnapok első felvonásán. A gyerekek több mint 10 sportágban mérhették össze tudásukat, a legjobbakat éremmel díjazták. 16. alkalommal rendezték meg a Városi Diák Sportnapokat Szombathelyen. A nyitónapon az általános iskolások olyan helyszínt vehettek birtokba, amelynek küzdőterén eddig közülük nem sokan fordulhattak meg. A sportközponttal, amikor beszéltünk arról, hogy az idejében a Városi Diák Sportnapokat hol tartsuk meg, akkor kifejezett kérésem volt, hogy itt az arénában kerüljön megrendezésre ez a sportnap, hiszen pár nappal ezelőttől ismételten a város az üzemeltetője az Aréna Szaváriának, illetve a Sugárúti Sportkomplexumnak. A rendezvényen szinte valamennyi szombathelyi általános iskola képviseltette magát, összesen több mint 500-an sportolhattak a Sugárúti Sportcentrumban és az Aréna Szaváriában. A Zrínyiben sok gyerek szeret sportolni, nagyon sok jó csapat van, és igazán jó iskola, a tanárok is jók. Én most idén kezdtem a röplabdázást, és az első meccsünkön nyertünk, úgyhogy szerintem nem fogom abba hagyni se. Hát, a többiek szeretnek focizni, kosarazni. A Városi Diáksportnapokon a legfontosabb az önfelett mozgás és a jókedv. Ennek ellenére természetesen minden sportágban nyilvántartották az eredményeket, és így díjátadás is volt. Minden gyerek számára azt hiszem, pláne ebben a korban nagyon fontos, hogy milyen díjazás van, oklevél, érem, serleg, ez mind szerepel a palettán, tehát éremjutalom van a résztvevőknek, oklevél, és a legjobban mozgósító iskolának természetesen az óriás kupa jár meg, úgyhogy ez a sport kiemeltebb része. A kétnapos rendezvényen az általános iskolások és a középiskolások több mint 10 sportágban mérhették össze tudásukat.
A gyerekeket pedig nyáron azok a sporttáborok is várják majd, melyeket az önkormányzat támogatásával a Városi Diáksportbizottság szervez nekik. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. A legfontosabb események összefoglalói megtalálhatók az interneten a www.stv.hu címen. Híradónkat óránként sugározzuk friss hírekkel, hétköznaponként este 6 órától várjuk Önöket. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Thank you.